parlálni. Nagyon szépen köszönöm mindenkinek, és akkor most következzenek a mögték. Hadd látom az örök ifjakat. Elmentünk Gyurósra, elmesélem azok a folytatók, hogy beérkeznek, egyszerűség állna helyetekre, hogy a szervező fiatalember azt mondja, hogy én azt mondtam, hogy öreg lányok és fiúk fognak érkezni. Megérkeztünk, és ők kiszálltak. Azt mondja, hogy jó, hát ez most a szurkoló táborba jönnek az öreg asszonyok, meg az öreg fiúk. És mondtam, hogy nem, ezek azok. Hát én azt mondja, hogy azt hittem, hogy valami öreg csapat fog jönni. Hát hozom itt a suhamacokat, mondja ő. Mert mindenki el volt álljul, hogy mit beszélek én, hogy öregeket hozok ide. Tehát ők az öreg tyúkok és kakások. Ha hiszik, ha nem, ők az öreg tyúkok. És akkor a gyöngyjáró csoport. Ők azok, akik középiskolások, nagy többsége, érettségi, előre vannak nagyon. Most már nem most a lehóljuk a halos sem, hogy érettségére készülnek. És a kis, és a kipasz borolva. Már is kérem, hogy jöjjenek be. Ők a Szegedi Fesztivál nagy nyertesei voltak most. Gyertek érte bántam. Készülünk velük külföldre. Szlovéniában megyünk már mindenki a Mariborra, a Nyíkános Gyermek és Ifjúsági Fesztiválra. Úgy gondolom, össze fog menni ez a dolog. Kollégátársokat kérem már is, nagyon ügyesek. Rájuk is mindig számíthatok. Köszönöm az időnek. Kikéttel nagyon nehéz sok esetben összeegyeztetni az iskolát, az otthont és a táncskólát. De mindig rendben van. Kis Pátrika, gyerünk gyorsan! Már aki maradt, mert ugye a óvodai hallgatás is volt, és hát sokan meglóltak. De az előadások itt voltak. Bizonyán, és itt vannak a kiszúrok. És hát az aprókból, akik még szerintem itt maradtak, ír magnak, ők most bejönnek. Belőlük lesz a jövőnök generációja. Köszönöm a hagymahás személyzetének, hogy mindig rendelkezésünk állnak, hangfény, és mindenki, aki van, rendben van. Nagyon szépen köszönjük a segítséget. És hát amikor a műsorunk lesz, mi is jelezünk előre. Köszönjük a sok tapsot, remélem jól szórakoztak. És akkor a legfontosabb főszereplő, Csúrka, Bino